Orbán Viktor is valamennyire a helyzet súlyosságát ismerhette fel, és azért tartotta szükségesnek reagálni. Egyik elemző sem gondolja azt, hogy ez a mondat ez Orbán Balázsnak tulajdonítható. Az nyilván egy érdekes kérdés, hogy mikortól mondhatjuk azt, hogy a Tisza párt megtapadta a magyar politikában. Szerinted a Fidesz egyébként bajban van? Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar Hang, újra megszólal az újság, vagyis jön a szokásos lapajánló is. Hamarosan Erkis Kornéliával fogok beszélgetni, ő készítette ugyanis a címlapos interjúnkat Lakner Zoltánnal és Záruk Péter Farkassal belpolitikáról, hiszen elég turbulens időszakot élünk, érdemes velünk maradni. De még mindenek előtt azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen új műsorunkról, vagy pedig videónkról sem, illetve nyilván arra is bíztatunk mindenkit, hogy vegye meg a Magyar Hangot, ha pedig tetszik, akkor fizessen is előre, hiszen mi addig tudjuk az újságot elkészíteni, addig tudjuk a műsorainkat elkészíteni, ameddig vannak olvasóink, előfizetőink, nekik ezt egyébként nagyon köszönjük. Még egy jó hír itt az elején, október 26-án, szombaton este 7 órától ismét kötött fogás extra, aki biztosan ott lesz az Csintalan Sándor, Dévényi István, Pörzse Sándor és Szerető Szabolcsa, vendég pedig Aranyos Péter. Minden szükséges információt megtalálnak a kommentek között. És akkor az újság, október 4-e péntektől kapható a legfrissebb Magyar Hanga, címlapon tehát Lakner Zoltán és Záruk Péter Farkas. De több interjúnk is van, Hutter Marianna Gémesi Györggyel beszélgetett, Gödöllő polgármesterével, a téma természetesen az önkormányzati váltás, szóba kerül, hogy az ellenzéki önkormányzatok vajon mire számíthatnak, illetve hogy mekkora károkat okozott az, hogy bár júniusban voltak a választások, de csak most októberben történtek meg az átadás átvételek, de felmerült természetesen Magyar Péter is, hogy a Tisza párt megjelenése változtathat-e a kormány hozzáállásán, válaszok az újságban. Pecsnik Mária Zita közgazdásszal is készült interjú, ezt Facsinai Kinga készítette, a fókuszban pedig a napokban meghirdetett úgynevezett gazdasági semlegesség. Hogy ez olyan egy valódi fordulatot jelent, vagy csak egy újabb orbáni fikció, az kiderül a labból, de itt is előkerül, hogy mit befolyásolhat vajon a kormány gazdaságpolitikáját érintően Magyar Péter sikere, illetve kiderül az is, hogy miért gondolja a szakember, hogy rumli van a gazdaságban, és mi történne vajon, hogyha a Tisza párt nyerni a következő választást. Részletek a labban. Egyházi ügyek, folytatjuk a témát. Tompos Ádám Nagybaracskán járt, ez volt az egyik pedofíliával vádolt pap utolsó állomáshelye. Kollégám ott volt a tárgyaláson is, ami zárt ajtók mögött zajlott, de sokakkal tudott beszélgetni a településen, a tapasztalatait pedig el is olvashatják. Dévényi István a publicisztikája mellett szintén írt riportot, mégpedig a Mórahalmi Bivaj rezervátumból, amit hiába volt itt árhullám a Dunán, azt szárazság sújtja. Kincs, ami nincs, ez a címe, amely eleve sokat elárul, de azért érdemes elolvasni. Koncz Tamás Vitnyédre utazott, ahol az első hírek arról szóltak, hogy menekült tábor lesz. A kormány utána azt kommunikálta, hogy az valójában csak egy diáktábor. Hát kollégáim megnézték, hogy mi is van ott most. Annyit elárulhatok, hogy igen magas kerítés és sok rendőr, egy épülő diáktáborhoz ez nyilván elengedhetetlen, de döntsék el önök, az írás és a fotók alapján ezt is megtalálják a labban. A lapajánló végén pedig a szokásos publicisztikák ismét több oldalon. Karsai Dánielről több írásban is megemlékezünk, a küzdelméről, az örökségéről, arról, hogy miként állt hozzá az ország. De több elemzés szól Orbán Balázsról is, Puzsér Róbert is vele kapcsolatban fejtette ki a véleményét, míg Szerető Szabolcsa parlamenti nyitánnyal foglalkozott, de itt még természetesen ezúttal is Lakner Zoltán, Dévényi István vagy éppen Reihert János, az ő publicisztikáinkat és sok más szerző írás is megtalálják a legfrissebb Magyar Hangban. Most pedig folytassuk a vendéggel. És akkor már itt is van velem a műsorban Erkis Kornélia. Szia, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Ahogy már említettem, te készítetted a címlapos interjúnkat két politológussal, elemzővel, az egyikük Lakner Zoltán, akit itt zárójelben meg is jegyezném, hogy ugye ír is a Magyar Hangba, a másikuk pedig Záruk Péter Farkas. De azt gondolom, hogy belpolitikailag most aztán volt miről beszélgetnetek. Igen, azt gondolom, hogy teljesen evidens volt az, hogy politológusokat megszólaltassunk kiemelten ebben a lapszámban, hiszen
nem jelent meg még lapszámunk azóta, hogy Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának az 1956-tal és Ukrajnával kapcsolatos kijelentései elhangzottak, ezek ugye nagy vihart kavartak, és például Török Gábor politológus azt írta a Facebookon megjelenő blogjában, hogy szerinte az év legnagyobb politikusi hibája volt ez a nyilatkozat. Na most ez elég erős állítás, ugye, hogyha azt vesszük, hogy az idei évben történt a kegyelmi botrány, bár az tény, hogy a politikusi hiba, hogyha azt is nevezhetjük annak, ami azt előidézte, ugye nem erre az évre datálódik, de a botrány kirobbanása igen, tehát mindenféleképpen egy nagyon, nagyon erős esztendő ez. Mindenféle szempontból gondolhatunk itt a Bese Gergő ügyre is például, ami szintén nemrég pattant ki, és ilyen körülmények között nem csak Török Gábor, hanem számos elemző nyilatkozott úgy, hogy ez valóban egy nagy jelentőségű nyilatkozat volt Orbán Balázs részéről, úgyhogy emiatt kérdeztük meg ezt a két politológus, Lakner Zoltánt és Záruk Péter Farkast, akik korábban is szerepeltek már együtt a Magyar Hangban, sőt, évfolyamtársak is voltak egyébként, hogy ők mit gondolnak erről a kérdésről. Hát szerintem nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy ők is nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek a nyilatkozatnak. Igen, nem is tudom, hogy volt-e bárki olyan megszólaló, aki kicsinyíteni vagy kisebbíteni próbálta volna ezeknek a szavaknak a jelentőségét, leszámítva Orbán Viktort, aki mondjuk szintén hibának nevezte, ami szintén nem nagyon megszokott a kormányfőnél, hogy beismeri azt, hogy valami hiba lett volna. Igen, erre is kitértek az e-heti lapszámban az elemzőink, hogy valóban ez nem egy gyakori eset, és valószínűleg azt jelzi, hogy Orbán Viktor is valamennyire a helyzet súlyosságát ismerhette fel, és azért tartotta szükségesnek reagálni. Záruk Péter Farkast korábban alapvetően inkább a Fideszhez, meg a jobb oldalhoz sorolták, Lakner Zoltán ugye bevallottan sokkal inkább a bal oldalra pozícionálja magát. Egy ilyen témában egyébként ezek a különbségek megmutatkoznak kettőjük között? Ebben a témában én nem vettem észre, hogy különösebben megmutatkoznának a különbségek. Korábban is ugye már említettem, hogy beszélgettünk kettőjükkel, ez, ha jól emlékszem, akkor még a 2022-es választás előtt volt, és ott mind a politikai helyzet megítélésében, mind az Orbán kormány politikáinak a megítélésében azért mutatkoztak különbségek kettőjük között. Hangsúlybeli eltolódások voltak ezek egyébként nagy részben, de most egyetértenek abban a kérdésben mindenképpen, hogy ez egy súlyos kijelentés volt, és mindketten egyébként megközelítették ezt érték alapon is, és az egyik a saját maga által vallott konzervatív érték alapon, a másik a saját maga által vallott baloldali érték alapon gondolta nem csak azt, hogy ez egy súlyos és nagy jelentőségű kijelentés, hanem azt is, hogy az ő értékvilágukkal ez nem egyezik. Ezt is megállapították. Egyébként azzal, hogy ahogy már mondtam, Orbán Viktor azt mondta, hogy ez egy hiba volt, Orbán Balázs pedig ennek megfelelően bocsánatot is kért a történtekért. Ezzel vajon le van zárva ez az ügy? Ezt is megkérdeztem tőlük, és érdekes válaszokat kaptam egyébként. Nagyon érdemes szerintem emiatt elolvasni ezt az interjút. Egy dolgot kiemelnék ezek közül, az pedig az, hogy egyik elemző sem gondolja azt, hogy ez a mondat ez Orbán Balázsnak tulajdonítható. Természetesen az ő száját hagyta el, de hogy mindkét elemző úgy gondolja, hogy ennek nagyobb jelentősége van abból a szempontból, hogy a miniszterelnök politikai igazgatója, a stratégia felelőse és a stratégiai elemzéssel és stratégiagyártással foglalkozó vezető munkatársa mondta ezt a dolgot, tehát ezt a kormány álláspontjával azonosítják ők mind a ketten. Tacára annak, hogy Orbán Balázs ezt vehetnénk akár úgy is, vagy próbálhatnánk úgy értelmezni, hogy ezt a saját maga nevében mondta, vagy a saját elemzői magánvéleményeként, de a politológusok ezt nem így olvasták, hanem a kormány álláspontjaként olvasták. Igen, ez pedig már azért is önmagában szerintem rémisztő, hogy egy pillanatra le is hántjuk erről az 56-ot, és lehántjuk róla azt a fajta érzelmi viszonyulást, ami egyébként a magyar társadalmat, és különösen egyébként a Fidesz éra alatt így meghatározza az 56-hoz való viszonyunk. Ha csak pusztán azt a tényt nézzük, amikor Orbán Balázs, egy állami vezető, azt mondja, hogy ha megtámadna minket egy ország, mi nem védekeznénk egy háborús szituációban, ez gyakorlatilag mindennek ellentmond, amit egy szuverén országnak kellene mondani. Igen, erre mondta egyébként Romsics Ignác történész, akit meginterjú voltunk azon a héten, amikor ez a nyilatkozat napvilágot látott, de még azelőtt, hogy tudott volna rá ebben a műsorban reagálni, vagy kérdezhettük volna őt tőle, és akkor én utólag felhívtam őt, és egy online cikkhez megkérdeztem röviden, hogy akkor egészítsük ki ezt a műsort, ezt a rendkívül érdekes és hosszú beszélgetést. Ez egyébként a Kompország szerető Szabolcsa. Igen, hosszú beszélgetést, amit a Kompországba szerető Szabolcsa
kapcsolatosan folytatott, ezt egészítsük ki még azzal, hogy akkor pláne, mert egyébként hozzáteszem, hogy ott is volt szó szuverenitás kérdéséről, egészítsük ki azzal, hogy akkor mondja el, hogy ő erről mit gondol, és ő azt mondta, hogy szerinte rosszul fogalmazhatott Orbán Balázs egyszerűen, mert hogy ez egy abszurdum, és egy magyar ember sem gondolhatja úgy, hogyha Magyarországot megtámadják, akkor nem kell védekezni. Ha megtámadta egy idegen hatalom, akkor azért Magyarország a történelem során alapvetően ezt tette. Úgyhogy igen, tehát hogy ebben a formában nehezen értelmezhető az, amit Orbán Balázs mondott, de ugyanakkor erről is megkérdeztem a politikai elemzőket az interjúban, hogy mit gondolnak azokról az értelmezésekről, utólagos magyarázatokról, hogy ez tulajdonképpen egy félreértés volt, és erre is mondtak érdekes dolgokat. Az egyik éppen egyébként az volt, hogy ez egy nem élő adásban leadott beszélgetés volt, ami Orbán Balázs részt vett, hanem utólag töltötték fel a YouTube-ra, meg is vághatták volna. Nem tűnt úgy, hogy Orbán Balázs bele van kényszerítve ebbe a témába, tehát hogy ő maga hozta fel gyakorlatilag ezt a párhuzamot 56-tal Ukrajna kapcsán, és nem, hát ha szabad ezt a néha újságírói körökbe használt, de egyébként idegen szót használni, pussolás, tehát hogy nem volt nyomasztás a kérdező részéről, hogy ő ezekről a dolgokról beszéljen, hanem ő ezt így komótosan kifejtette, és ezzel azt a benyomást keltette, az Áruk Péter Farkas szerint, hogy ő azt gondolja, hogy neki ezt kell mondani, és ezt kell kifejtenie, és hogy ez az álláspontja. Tehát mindenképpen ez volt a percepció, bár hogy is szánta Orbán Balázs ezt a kijelentést, elég egyértelmű, hogy ezt mindenki így ért. Hogy egy picit ellépünk most Orbán Balázs kijelentésétől, te is említetted az előbb, hogy azért ez a mostani esztendő, ez igencsak turbulens, hogyha itt a belpolitikát nézzük, vagy a belpolitikai eseményeket, úgyhogy gondolom akkor még azért Magyar Pétertől elkezdve a Tisza párton keresztül sok minden szóba kerülhetett az interjúban. Igen, erről is beszéltünk, két nagyon jó előadó politológussal van dolgunk, úgyhogy nehéz nekünk sok kérdést föltenni ilyenkor, úgyhogy igyekeztünk nagyon lényegi kérdésekre szorítkozni, de igen, pontosan ez a két dolog volt, ami előkerült, tehát, hogy tudjuk-e magyarázni, valamilyen kontextusba helyezni azt a hibákból, kellemetlenségekből és botrányokból álló sorozatot, ami most láthatóan kibontakozik a Fidesz körül, és a Tisza párt jövőjével kapcsolatban is tettek megállapításokat az elemzők. Ennyit talán áruljunk el, nyilván nem azt, hogy pontosan részleteiben mit mondtak, de hogy ezt a Magyar Péter jelenséget, a Tisza pártot ugye most már azért eltelt, hát jó, bő fél év, mióta ő berobbant a politikába ennyi idő után, és úgy, hogy már ugye európai parlamenti képviselőként közhatalmat is gyakorol. Tehát, hogy ennyi idő után hogy látják az ő szereplését? Érdekes módon egyébként elhangzott az a beszélgetés egy pontján, hogy ez kevés idő. Tehát annak ellenére, hogy mennyi minden történt, ez végső soron néhány hónap, és nem igazán várhatjuk azt, hogy nagyon sokkal többet tudjunk annál, mint ami egyébként kiderült, vagy hogy nagyon sokkal több dolog történjen, akár ugye a Tisza párt házatáján, akár a Fidesz házatáján és a Tisza pártra való reakciók tekintetében. Nem nagyon várhatjuk, hogy sok minden kiderüljön azon kívül, ami eddig kiderült, hiszen gyakorlatilag lehet mondani, hogy ennyi időben, ami eltelt, ennyi fért bele. Az nyilván egy érdekes kérdés, hogy mikortól mondhatjuk azt, hogy a Tisza párt megtapadta a magyar politikában. Ezek szerint még akkor ez még nem kijelenthető? Én ezt megkérdeztem, mert engem érdekelt, hogy ők erről mit gondolnak, hogy ez mikor jelenthető ki, mert ugye nagyon sokszor hallottuk a Tisza felbukkanásakor elemzőktől azt, hogy ugye Közép- és Kelet-Európában az elmúlt években ebben a nagyon mediatizált környezetben, ami most a politikát jellemzi, nagyon gyakran előfordult, hogy nagyon gyorsan kilőttek új politikai formációk, és aztán ők nagyon gyorsan is képesek voltak veszteni a népszerűségükből. Ezt ugye kicsiben láthattuk például Márki Zai Péter esetében is, tehát az ő népszerűsége is gyorsan kilőtt, természetesen nem annyira, mint a Tiszáé, talán akkor a szervezettség sem tartozott hozzá, ezt nyugodtan mondhatjuk most már, és utána pedig nagyon gyorsan esett ez a népszerűség. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy szerintük túl vagyunk-e azon a ponton, amikor ez még megtörténhet, hiszen ugye azt láttuk a nemrég megjelent felmérésekből, hogy erősödött is a Tisza párt a választás óta, tehát nem hogy gyengült volna, és akkor erről is volt szó, tehát hogy erről is elmondták
a politológusok a véleményüket, hogy szerintük mind múlik a jövő, de valószínűleg én is azt gondolom, és az ő véleményükből is nagy vonalakban az derült ki, hogy azon a ponton, amiről az előbb beszéltem, hogy gyorsan föltűnnek, gyorsan eltűnnek pártok, azon a ponton talán már túl vagyunk ebben az esetben. Hát sőt, ugye Magyar Pétert már azért egészen egyértelműen és tényszerűen kihívóként emlegetik, tehát Orbán Viktor kihívójaként emlegetik. Márki-Zay Péter, akit te ugye itt felhoztál, vagy említettél az előbb, vele kapcsolatban nem rémlik, hogy ez azért ilyen egyértelműen megmutatkozott volna. Talán egy nagyon rövid időszak volt tényleg, amikor itt az ellenzéki előválasztás kapcsán volt egy ilyen hatalmas felbúztulás az ellenzéki szavazói oldalon. De hogy Magyar Péter már azért az EP választások óta mindenképpen, de talán már előtte is úgy volt számon tartva, hogy ő lesz az, aki 26-ban tényleg kihívhatja Orbán Viktort. Igen, ezért fogalmaztam úgy, hogy amikor Márki-Zay Pétert hoztam példának, hogy kicsiben, tehát hogy nem volt a legjobb megfogalmazás, de talán leírja a lényeget, kicsiben, vagy rövid időn belül, vagy kevésbé jó számokat produkálva, de ugyanaz zajlott le, tehát egy ugyanilyen gyors emelkedés zajlott le, csak ugye aztán utána ez gyors esés követte. Én azt mondanám, hogy hát, hogy kihívójának látták-e Orbán Viktor kihívójának, hogy hát az igény volt meg, én inkább azt mondanám. De nyilvánvalóan, teljesen nyilvánvalóan nem jutott ebben a kérdésben odáig, mint Magyar Péter. És az is számíthat egyébként, és erre Lakner Zoltán tért ki, hogy ugye milyen ívet jár be egy ilyen párt, vagy milyen pályát. Tehát ezek az eltűnések, lezuhanások ezeknél a hirtelen megjelenő pártoknál nem olyan helyzetekbe következtek be, azt mondta, mint amilyenben Magyar Péter van, hanem például úgy, hogy gyorsan bejutott az adott párt a parlamentbe, és nem tértünk ki arra, hogy pontosan melyikre gondol a sok közép- és kelet-európai példa közül, de ugye valószínűleg egy ellenzéki pozícióban fölmorzsolódott valahogyan a népszerűsége azután, miután bekerült a parlamentbe. Na most ugye a Tiszánál kicsit más helyzet van, tehát hogy ők bejutottak az európai parlamentbe, nem is rossz eredménnyel, sőt jó eredménnyel, ami egy jó ugródeszk a Lakner Zoltán szerint mondjuk 2026-ra. És nyilvánvalóan, hogy ott mi történik, arról pedig nem lenne érdemes és lehetséges most prognózisokat felállítani. Igen, meg talán a magyar belpolitikát annyira nem is határozza meg az, hogy ott az Európai Parlamentben miként politizálnak, persze fontos, de azt gondolom, hogy nem ezen van a fókusz. Viszont ugye Budapesten is bejutottak a fővárosi közgyűlésbe, hát nem mondanám, hogy ellenzéki szerepben, bár ugye ott most a kicsit nehéz megállapítani, hogy ki van ellenzékben és ki nincs ellenzékben, hiszen annyira ilyen kiegyenlített, de tény, hogy a Fidesszel együtt ők ketten adják a két legnagyobb frakciót. Hát ott ugye el kell kezdeniük tényleg politizálni, tehát hogy én azt látom, vagy azt gondolom, de mondd, hogyha te ezt másképp érzed, hogy most fog kiderülni igazán, hogy a Tisza párt az miként tud politizálni, hogyan tud lavírozni a Fidesz, a Karácsony Gergely, DK, ellenzék, kormány, költségvetés, mindenféle számok között, és hogy ez most fogják meglátni nagyon sokan, hogy milyen az, hogy akire, vagy amelyik formációra ők rá akarják bízni adott esetben az ország vezetését, akkor azt így meg lehet mutatni kicsiben, hogy ez hogy is fog kinézni. Igen, volt olyan politikai elemző egyébként, vagy a választás előtt közvetlenül, vagy a választás után közvetlenül, erre már őszintén szóval nem emlékszem, aki megkockáztatta azt, hogy ez akár hátrány is lehet a Tisza párt számára, hogy ilyen módon a mérleg nyelvét alkotja a fővárosi közgyűlésben. Nyilván ez egy nehéz helyzet, annyival könnyebb, mint ha mondjuk ez egy parlamenti szituáció lenne szerintem, hogy azért a fővárosi közgyűlésen nincsen, bár nagyon érdekes mostanában, ez kétségtelen, és azelőtt is nagyon releváns volt, de nincsen azért annyira fókuszban, mint az országos politika. Tehát ugye azt gondolom, hogy ez a nehézségeket a Tisza párt fejlődése szempontjából valamennyire mérsékelheti, de igen, mindenképpen rá vannak most kényszerítve a gyakorlati politika csinálásra. Olyan elemző is volt egyébként, aki azt mondta, hogy ez akár jó rutin szerzési mód is lehet. Nagyon keveset tudunk még a új közgyűlésnek a működéséről szerintem ahhoz, hogy el lehessen mondani, hogy igen, itt rengeteg csapda van a Tisza párt számára, vagy pedig éppenséggel, hogy egy kezelhető szituációnak tűnik el. Ez nyilván a többi szereplőnek a mozgásától is függ, tehát hogy nem szívesen jósolnék erről sem még. Persze, meg hát ezt meglátjuk, tehát ez hamarosan a következő hetekben, hónapokban ki fog derülni, hogy akkor ott hogyan alakulnak a mozgások, és mi történik. Még egy dolog érdekelne nagyon Magyar Péter kapcsán, hogy nagyon sokáig őt ugye úgy emlegették, mint ez az egész projekt,
projekt, egy one-man show. Ő ugye mostanában igyekszik azt kommunikálni, hogy már vannak mellette LP képviselők, vannak mellette fővárosi képviselők, voltak többen, akik tényleg érdemi szerepet is vállaltak, Kúja András ugye ment vele a kórház látogatásra, amikor ott hőmérőztek, de hogy azért a többség számára én azt gondolom, hogy mi mindig úgy tűnik, hogy a Tisza párt az elsősorban Magyar Péter. Ez jó, hogy így van ebben az ilyen nagyon personalizált világban, amiben mi élünk, vagy jobb lenne, hogyha lennének mellette mások, melyik lehet előny, melyik hátrány. Igen, ebben az interjúban is volt a két elemző közül olyan, aki azt mondta, hogy ő még mindig így érzékeli. Tehát dacára annak, amit mondasz, hogy valóban látszik az most, hogy a Tisza párt elkezd el új embereket felépíteni Magyar Péter mellé. Hát erre egyrészt azt tudom mondani, amit az elemzők is mondanak, hogy ennek meg kell történnie, tehát a dolgok természetéből fakadóan nem állhat egyetlen releváns politikusi személyiségből egy párt, tehát hogy ezt egy feladatként definiálták a politológusok is, amit a Tisza pártnak el kell végeznie. Azért visszautalnék itt megint arra, amit az Áruh Péter Farkas is mondott, hogy nagyon kevés idő telt el arra, hogy elkezdik felépíteni ezeket a politikusi személyiséget a semmiből, hiszen ugye azt világosra tette Magyar Péter, hogy nem fognak a már gyakorlott és aktív politikai garnitúrához nyúlni ebben a kérdésben. Abban a folyamatban szerintem ennyi idő alatt körülbelül ennyire lehet jutni, amennyire ők jutottak, még az is meglepő lehet, hogy ennyi idő alatt ez így egyáltalán összeállt ezekkel a személyiségekkel, és ez mindenképpen több időre van szükség, és nem vagyok meglepve, hogy még a politikai elemzőnek is egyelőre az a percepciója a Tisza párttal kapcsolatban, hogy ott lényegében még mindig Magyar Péter az egyetlen releváns figura. Hát most ez a percepció, nyilván, hogyha épülnek ezek az emberek, és ha épülnek, és ha megfelelően alakul az a szervezetépítés, akkor majd egyszer csak elkezdenek idővel más emberek is látszani. Nincsen 2026-ig annyira sok idő, hát ez lehet az egyik problémája a Tisza pártnak, de azért az elképzelhető, tehát azt nem zárták ki az elemzők sem, hogy ehhez azért elég lehet 2026-ig még az idő. Igen, és itt ugye Magyar Péter azt is mondja, hogy ez pont Albert Enikőnek a múlt lapszámunkban adott interjújában volt, ugye ő utalt arra, hogy nyilván már csak azért sem akarnak nagyon korán előjönni, például az egyéni képviselőjelöltekkel, hogyha már itt a 26-ról beszélünk, mert hogy pontosan tudjuk ebben a világban, hogy azért igen komoly karaktergyilkosságnak vannak kitéve azok, akik bármilyen szempontból a kormány ellenfeleként, ellenségeként lépnek fel, és hogy próbálják meg óvni így a leendő embereiket. Ugyanakkor nyilván kell egy idő ahhoz, hogy megismertessék magukat. Hát igen, idő is, meg nyilván egy kiválasztási folyamat is, erről is beszélt például Lakner Zoltán, hogy ennek milyen buktatói lehetnek, de igen, természetesen. Szerinted egyébként, hogyha itt most végigvesszük azt, amiről már beszéltünk, hogy kegyelmi ügy év elején, aztán Magyar Péter felbukkanása, akkor a Bese ügy, tehát, hogy itt ugye Orbán Balázs, tehát itt azért, mintha valahogy ebben az évben a Fidesznek minden rosszul jött volna ki, a Magyar Péter meg mintha mindenből jól jött volna ki, és nyilván ez a kettő nem teljesen független egymástól. Tehát szerinted a Fidesz egyébként bajban van? Hát igen, azt gondolom, hogyha valaki ezt az eseménysort így végigtekinti február óta, akkor nehezen mondhatná azt, bármennyire is elfogult a Fidesz irányába esetleg, hogy nincsen probléma, és én pedig pláne, mivel én nem vagyok elfogult a Fidesz irányába, én pedig pláne azt tudom mondani, hogy igen, természetesen van probléma, és a politológusaink is egyébként úgy látták, hogy igen, súlyos probléma van, és számomra az egyik legérdekesebb dolog volt az, ahogyan ezt az egészet magyarázták, hogy ezek a dolgok hogy jöttek össze, és hogyan álltak össze ilyen sorozattá, sőt, még arra is kitértek, hogy szerintük más politikai erőknek, akár mondjuk Magyar Péternek, hogyan kellene szerintük gondolkodni ahhoz, hogy ne következzen be nála is egy ilyen széria. Hát azért Fidesznek nagyjából 14 év telt el, mire először bekövetkezett egy ilyen igen erőteljes széria. Igen, ez hosszú távú, és erről beszélgetünk, és ez hosszú távú folyamatoknak az eredménye voltak épp, amit most látunk. Igen, tehát hogy nem, azt mondanám, hogy a véletlenek műve, és nem a véletlenek műve. Nos, hát akkor ez pontosan mit is jelent, akkor ez kiderül a legfrissebb Magyar Hangban, a Lakner Zoltánnal és Záruh Péter Farkassal készített interjúról. Nagyon sok mindenről beszéltünk itt most, de sok mindent nem árultál el, tehát ez nyilván mind el lehet olvasni a legfrissebb Magyar Hangban. Mi is erről beszélgettünk most, Kornélia, köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást.
Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetést, és sikerült felkeltenünk az érdeklődésüket a legfrissebb Magyar Hang iránt, amely tehát október 4-e péntektől kapható, a címlapon pedig Lakner Zoltán és Záruk Péter Farkas. Én ismét csak azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, illetve olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, találkozzunk a jövő héten is.